Sziasztok, én Pityu Geri vagyok, és ez itt a kutyatenyésztős event, amiben egy Baby Boom keretein belül fogom nektek bemutatni, hogy milyen kutyákat sikerült szaporítanom, illetve tenyésztenem. Jó sok dalmatát, norvég elkundot, illetve husky is került a körbe. Menjünk a szédültre. Jó sok husky az eszem tokja, dalmata. Rendben, azt hiszem mindenki érti, hogy dalmatáról beszélünk, menjünk tovább. Jó sok norvég elhund, és dalmata, és sima kutya. Illetve egy DJ pörge, ami jó drágán ment az event ideje alatt, olyan millió környékén forgott, de hát azért nem volt semmi. Nyilván azért meg kellett a feladatsorba. Én meg jó hülyén inkább mentem az eventbe bedobálni őket, holott a piacon olyan jó áron el lehetett volna adni, na mindegy. Az én 40 milliós vagyonomnak ez már nem nagyon fog osztani vagy szorozni. Igaz, hogy így előbb érném el a 45 milliót, vagy az 50-et, de hát most Istenem, bele fogunk halni. Úgyis lesz ezért egy felhősorom, amire majd büszke lehetek. És jöjjön a következő vágás, ahol beadom a dalmatákat. Még több dalmatát. Ugyebár az ilyen tenyésztős eventek felépítése az, hogy az első két feladat az első szintű tenyészállatot kéri, a harmadik, negyedik a második szintűt, a negyedik a harmadik szintűt, az ötödik pedig a negyedik szintűt. Jaj, elcsúsztam. Nem, még egyszer. Az első kettő kéri az első szintűt, a harmadik, negyedik a második szintűt, az ötödik a harmadik szintűt, és a hatodik a negyedik szintűt. Na most mondtam el jól ezt. Tessék megjegyezni, hogyha bármikor ilyen event lenne, akkor ez így működik. Aztán a huskykkal kéne foglalkoznunk, de most maradunk az elhundoknál. Mely fajról amúgy én eddig nem is hallottam soha. Vagy fajtáról. Tudom, hogy valaki erre nagyon fülel, hogy a kutyákat hogyan csoportosítják. Remélem azért ezen téren való hiányosságaimat megbocsátjátok nekem, és akkor DJ Pörgét is beadom egy XXL-es borkás cuccér. Egyszerűen nem vagyok benne biztos, hogy jó döntés volt, de most már mindegy. Oké. Akkor építsünk, én azt mondom, tűzcsapgyárat. Ez a kutyáknak a műhelyes fejlesztése, és nem kell bele semmi speciális eszköz, ezért számomra ez egy szívem csücskébe zárható műhelyes oll lesz, szerintem. És akkor ki is pakolászom őket majd, amint tudom. Illetve a tölgyön kiváltom Mopsit. Nem tudom, ide miért Mopsli van írva. Mindegy, a lényeg, hogy van Mopsunk, az az ötös szintű állat, amit el lehet adni jó pénzért a piacon, tenyész állatok címen, de először a tyúkokkal kéne foglalkoznunk, vagy a kutyákkal, vagy egyikkel sem. Olyan jó ez, mikor csak visszanézem, amit műveltem, és úgy beszélek róla. És fogalmam nincs már, úgyhogy mi a fenét csináltam, mert mikor csináltam ezt? Még egy hete, pont egy hete. Ma van 14-e, amikor ezt most a hangot felveszem utólag. 7-én készült a felvétel. Hát azért egy hét alatt gondolhatjátok, milyen szita agyam van, hogyha ennyire elfelejtem. És akkor a Mopsit eladjuk 849 000-ért. Utólag kiderült, hogy ez nem volt annyira jó üzlet, mert millió felett is el tudtam volna adni. De hát most ez van. Oké, a háromadag kutyából semmi különlegesség nem lett, úgyhogy haladunk tovább.
Na de miben? Három Huskyra meg két DJ pörgére lenne szükségünk az event befejezéséhez. Úgyhogy akkor megyünk tovább a kutyatenyésztéssel, azt hiszem. Rendben, ezeket nem kell szerintem végignéznetek, hanem jöjjön a következő részünk. Itt semmi különlegesség. Itt már egy husky. Itt is semmi, itt is semmi. Itt is semmi. Itt is egy husky. Úgyhogy már akkor meg is van a háromból kettő. És akkor még tovább megyünk. Itt semmi, itt is semmi, itt is semmi, és itt is semmi. Hát igen, a Baby Boom már csak ilyen, többnyire csak ilyen dalmatákat adnak. Bónusz, sima két darab kutyát, az kész. Előfordul az ilyen. És akkor még egy huskyra lenne szükségem. Amit, ha jól emlékszem, a piacon vettem meg elhundok árából. De nem vagyok benne biztos, a következő kis anyagomban talán megtalálhatjuk majd. Vagy nem, mert még van egy környi tenyésztés, amiben meg is van a husky, szóval nem kell keresgélnem 250 ezeres kutya után a piacon, hála a jó Istennek. És 40 millió fölött is van a csépém, szóval ez egy nagyon jó kezdet, úgy gondolom. De miért csak két huskym van már megint? Lehet, beadtam volna őket. Ja, hát igen. Akkor abból a két kutyából lett 5, amiből kettő, vagy a 3-at beadtam, így maradt 2. Szóval akkor kell nekünk két DJ. Még egyet lapozzunk. De a DJ ára kicsit drágaság. Úgyhogy valószínűleg majd huskyk tenyésztésével fogom tudni megoldani. De először leszek olyan, hogy azt hiszem, hogy eladom 194 ezerért a két huskymat, és akkor tök jól fogok járni, aztán majd a pörgéim valahogy meglesznek abból a pénzből. Persze, álmarik a nyomor. Az elhundoknak is tök jó ára van, lehet inkább azokat kéne eladni. Abból 10-et ki is dobok szerintem, és azokat meg is fogják tőlem venni nagyon gyorsan. Így van. Aztán valamikor a pörgét is meg kéne már nézni, de nem, mert előbb dalmatázok. Hát jó. A dalmatákat szerintem nem adom el, mert az elhunnak jobb az ára. Inkább a négy dalmatából akkor már tenyésztek össze elhundokat, és akkor abból több a haszon. De itt még van egy területnyi kutyus, szóval akkor ezt is megnézzük. Semmi extra. Semmi extra. Megint semmi. Husky. Semmi. És semmi. Jó, akkor tán újabb huskyval kell számolgatnunk. Vagy megnézzük végre a pörgét. De nem. Hát nem. Jó. Akkor mehet a husky ki. Én már sejtem nagyjából, hogy az lesz a sors ennek a három kutyának, hogy le fogom őket venni. Ezzel buktam is jó 57 ezer csépét. Mert 40 milliós vagyonomhoz képest ez szerintem csekélység. Úgyhogy nem annyira bánom azért ezt a történetet. És jöhetne az a pillanat, amikor meglátom, hogy a pörge eléggé drága. Azt hiszem... miért szedtem le? Meg se néztem a pörge árát. Igen, megveszem a huskyt. Lehet, hogy nem vettem fel videóra, amikor a pörge árát megnéztem. Valami millió környékén, volt olyan 950 ezer körül, ha jól emlékszem, de jöjjön a következő kis vágásom, ami az utolsó lesz, és akkor egy utolsó adag kutya, semmi extra ismételten, még mindig semmi, de az elhundok legalább gyűlnek, és megvan a pörge, igaz csak huskyból, úgyhogy az sem különösebben egy nagy produktum, rendben vagyunk, akkor még pár dalmatát beszedünk ismét, amikből még több elhundunk lesz, és még több. Nagyon sok elhundot felhalmoztam, amiket amúgy jó áron el lehet majd adni. Sima kutyákból lett egy husky, ami megint jó kis pénzt fog majd hozni a házhoz szerintem, és ismételten egy husky, és egy pörge. Kész, minden problémám megoldódott, azt hiszem, és az eventet is sikerül végezni a szuper tápom elfogyásával együtt. Úgyhogy
Javaslom mindenkinek, minél kevesebb tápot tartogat magánál, annál gyorsabban megvan az event, mert én, ha nálam éppen 160 táp van, akkor annyiból oldja meg, ha meg 300, akkor meg annyiból. Én nem igazán értem, hogy ez hogy működik, ez mennyire tényleg szerencsefaktor, szerintem arra ment ki a játék, hogy jól nyomja meg az összes tápomat, hát sikerült. Az elkundokat meg, majd megveszik. A Huskyt megpróbáltam 250 ezerért eladni, de ha jól emlékszem, sikertelen volt, úgyhogy... azt a 44 ezeret ismételten csak buktam, de hát mindegy. És szépen lassan közeledünk a videó végéhez, mert már nincsen nagyon mit csinálni, csak nézelődök a piacon, hogy milyen árban mennek a dolgok. És akkor itt meg is köszönöm a figyelmet, ez volt az utolsó olyan videó egy jó időre, ahol a hangot utólag vettem fel. Innentől kezdve a következő videóban már a hangot egybe fogom venni a képpel, tehát minden reakciómat fogjátok hallani, ahogy azt már az előző két videóban is elmondtam. Köszönöm szépen a figyelmet! Sok elhundom van, nem? De, 40. Azért abból jó pénzt lehet csinálni. Egy jó 2,5 millió mondjuk. Pityugeri voltam, sziasztok!